Folyik a munka a 60 és csány között fekvő sastelki gyümölcsösökben. Itt éppen borból és cinkből kevernek fagyvédő permetlét. Simon Attila így próbálja megvédeni a még éppen maradt hajtásokat. A múlt heti télies időjárás miatt azonban nagy a a szakértő szerint. Megtörtént a kárfölmérés, egy hetünk volt rá, hogy ezt igazából föl tudjuk mérni és ki tudjuk számolni. Hát a legérzékenyebb a Kajszé és a cseresznye, ennél 80-90%-os fagykár van, ezt követi a körte a 80%-kal, a legkevesebb talán a megybe van, de hát az is 60 százalékot meghaladó fagykár. Igazából a kisugárzott fagyról beszélünk. Tehát teljes mértékben megállt a szél, és a, a, a csillagos kiderült égen nagyon jelentős kisugárzás volt. A múlt héten innen a saját meteorológiai állomásokról kapták a gazdák a vészjelzést, miszerint szerint a hőmérséklet időnként mínusz négy fok alá is üllyett. Ilyen hidegben már elég nehéz védekezni szabad földeken, tette hozzá a szakértő. A gazdák kárát azonban a kormány bizonyos mértékben megtéríti. Van kárányítés, van nézben az országos kárányítés, amit évek óta fizetjük, ez bizonyos százaléka a bevételeknek. Ezt minden évben kell, be kell fizetni, ha van kár, ha nincs kár, ebből valamennyire várhatóan lesz minisztérium is követően némi fagy Ő ez következő év tavaszán vagy májusáig fizetik ki, tehát ebben az évben nem lesz belőle bevétel. Ezen kívül, aki kötött kockázat alapú biztosítást, az most érvényesítheti kárigényeit. A fagykárok miatt azonban várhatóan mintegy 30%-kal kevesebb gyümölcsterem majd idén Magyarországon, emiatt pedig magasabb árakra számíthatunk.